Üres a tatami Kisvárdán. Egyelőre még nem vették birtokba, de tártkarokkal várják majd a kisvárdai küzdősportolókat ebbe a többszintes felújított épületbe. A küzdősportok házában csoportos edzőtermet, több edzésre alkalmas kisebb termet, a szabadban pedig egy kondiparkot is kialakítottak. Az önkormányzat a fejlesztéssel, a hazai és a nemzetközi sikerekben is bővelkedő sportágak helyi utánpótlás nevelését segíti. Valójában ez a projektnek egy része, egy küzdősportok háza. Nagyon aktív sportélet van a küzdősportokban, két csapatunk is van, aranyérmesek általában Európában. Tehát sikeresen szerepelnek, megérdemlik, hogy legyen egy ilyen házuk, ahol nap mint nap tudnak készülni. Ez egy komplex projekt, ebben útépítéstől kezdve buszöblök kialakítása, a biztonságos közlekedésnek a létrehozása, nagyon sok zöld park a vár körül kialakított új fűtelepítések vannak benne, a művelődésház környéke megszépült, a Bagolyvár és környéke megszépült, járdák épültek, rollerpálya épült, vagy azt mondom, elmondtam minden, talán. Az átadó ünnepségen elhangzott, az átfogó fejlesztések nem csak élhetőbbé teszik Kisvárdát, a város és a térség fejlődő arculatát is meghatározzák. Ez egy nagyon nehéz időszakban, de nagyon fontos projektként kell, hogy bevonuljon a Kisvárda város fejlesztésének a történetében, hiszen amikor 2010-ben a város vezetésben változás történt, és célokat tűztünk ki, hogy nem tudom, újítsuk meg a Szent László utcát, hogy az teherautókat, a kamionokat próbáljuk kivezetni a városból, akkor bizonyos ilyen mérföldköveket kitűztünk. És egyik ilyen mérföldkövünk volt az, hogy igen, tegyük zöldebbé, élhetőbbé és színesebbé a várost. És ennek egy nagyon jó fejlesztési befejezése ez a mai nap, hiszen ahol itt vagyunk, egy küzdősportok háza, régi igény volt már, hogy a város egyik vezető nem csapatsportjának legyen helyszíne, megvalósult. Nagyon sok olyan zöld területünk volt, ami elhanyagolt volt, megépültek a parkok. Nagyon sok olyan veszélyes útszakasz volt például a buszöbből, amit ebből sikerült megvalósítani. Azt gondolom, ez egy nagyon hasznos, jó és szükséges projekt volt. A Zöldváros program beruházásai 2019-ben kezdődtek. Akkor közel 1 milliárd forint vissza nem térítendő top támogatást nyert az önkormányzat a fejlesztések finanszírozására.